üdvözöllek. A Szervusz. Fényterápia című könyvedet hoztad el, de mielőtt elkezdünk róla beszélgetni, hogyha így magadról egy pár szót mondanál. Tombor Zoltánnak hívnak, Budapestről érkeztem, 49 esztendős vagyok, és fényképezek. Hát lassan most már, nem is tudom kiszámolni pontosan, lassan 30 éve fényképezek, 93-94-ben vettem először kezembe kamerát, és aztán 1995-96-tól már voltak munkáim. Én autodidakta vagyok, nem jártam ilyen jellegű képzésem soha. És valahogy ilyen 8 éves ciklusokra bontható az én karrierem, nem tudom, hogy ennek mi az oka. 8 évig éltem Budapesten, mondjuk azt, hogy 95-től 2003-ig, amikor aktívan már fényképeztem és megrendeléseket teljesítettem, és akkor valahogy elkezdtem egy picit kinőni ezt a hazai pályát, nem voltak túl izgalmasok a kihívások, és akkor úgy döntöttem, hogy költözöm valahova egy olyan divat fővárosba, ahol egy picit a nemzetközi vonalba be tudok kerülni, és tud lenni ügynökségem, és aztán London, Párizs és Milánó közül végül Milánót választottam, és Olaszországban éltem 8 évig, és aztán onnan 2011-ben költöztünk át, akkor már a feleségemmel, Nellyvel az Egyesült Államokban, New Yorkba, ahonnan közvetlenül a pandémia előtt költöztünk haza, úgyhogy 17-18 év után újra Magyarországban élünk, és itt élvezzük a dolgokat, és készítünk a fényterápiához hasonló munkákat. Minden nap fényképezek, ha minden áron meg kell engem bélyegezni valahogy, vagy mindenképpen kategorizálni kell, hogy mit fényképezek, akkor azt mondanám, hogy a klasszikus értelemben vett portré, editorial munkát, divatot vállalok, ezzel kezdődött a karrierem, és most, amióta elkezdtem egy picit öregedni, és egy picit próbálok lassítani a tempón, azóta az önálló alkotás, illetve az alkotói fotográfia sokkal inkább érdekel, és sokkal inkább erre fókuszálok, mint a divatra. Nyilván teljesítek még konvencionális megrendeléseket, de most akkor már ez kevésbé meghatározó. Igen, a hangsúly most már egyértelműen ezen van. És akkor ez a könyv pedig ennek az alkotó, inkább egy ilyen alkotói autonóm művészetnek az ilyen, hát most egy ilyen állomása. Igen. Én elolvastam az elején lévő szöveget, és ami megfogott benne, ez a gyermeki ilyen kíváncsiság, és hogy maguk a képek is így, hogy ez, vagy hogy nekem így, ez így benne is van, hogy ez az ilyen, hogy ez ilyen örömteli fotografálás, amikor így igazából... Kicsit naív is. Igen, de hogy, ilyen, de hogy így látszik benne az, hogy igazából ezt magadnak akarsz megfelelni, és te akarod élvezni. Maga a munkafolyamat, hogy hogyan, mennyi idő alatt? Hát ennek a fényterápia című munkának az a története, hogy amikor, ahogy már említettem, hazaköltöztünk hosszú idő után Magyarországra, akkor rögtön beindult a pandémia, és elkezdtünk bezárkózni, pontosabban be kellett zárkóznunk, és aztán már nehéz fölelevenítenem így 2 év távlatában, hogy pontosan melyik hónapban kezdődött. Úgy emlékszem, hogy március közepén indult a balhés, vagy áprilistól már be voltunk zárva, és akkor találkoztam egy olyan érzéssel, vagy sok olyan érzéssel az életemben, amivel előtte soha nem. Picit ilyen háború előtti csendre emlékeztető, teljesen megváltozott az időhöz való viszonyunk, mindegy volt, hogy hétköznap van, vagy hétvége, hogy reggel van, vagy este. Nem tudtam utazni, nekem nyilván a klientúrával megrendeleim zöme azok Párizshoz és Londonhoz kötnek Európán belül. Megszűnt az utazás, itthon nem nagyon vállaltam munkát, vagy ha vállaltam, az is inkább ilyen szerelem munka volt, tehát nem tudtam úgy belemerülni a melóba, ahogy ezt megszoktam előtte hosszú éveken keresztül. Tehát jött egy teljesen más időszak, és akkor próbáltam azon agyalni, hogy tudnám ezt úgy lefényképezni, hogy ne a klasszikus értelembe vett pandémia fotó legyen ez, hanem hogy tudom feldolgozni azokat az érzelmeket és azokat az új újdonságokat az életünkben, ami meghatározta ezt a, hát, majdnem másfél évet. Több, de kevésbé majdnem másfél évet. Írtam egy listát, ahol fölírtam a legfontosabb mondjuk 20 olyan érzelmet, ami a bezártság, vagy izoláltság, a
az időhöz megszokott viszonyunknak a megváltozása, a melankólia, ez a zsibbadás, bambulás, lassulás. Szóval, hogy ezek köré, a gondolatok köré építettem föl a képeket. Volt sok olyan helyzet, ahol konkrét ötleteket valósítottam meg, tehát előre lerajzoltam, kitaláltam, nagyon sokszor volt, hogy újrafotóztam. Ez mondjuk abból a szempontból az alkotói fotográfia pont ettől is tud mélyebbre ásni, hogy az embernek van ideje rajta gondolkodni. Igen. Nincs ez az állandó leadási mizéria, nincs ez a másnak történő megfelelés, az, hogy időhöz van kötve. Nekem mindegy volt, hogy ez a könyv mikor jelenik meg. Uh-huh. És aztán 2021. szeptember-októberében kaptam lehetőséget a Magyar Fotográfusok Házában, a mai Manó Házban, hogy ezt az anyagot kiállítsam, és arra a kiállításra jelent meg, mint kísérő kiadvány. Uh-huh. Mivel az egész kiállításnak a témája az, hogy maga így, mint a könyvformátum ezen a központban, hát tiéd a legméretesebb könyv, hogy ezt a méretet választottad, és hogy miért, mert ahogy így elmondtad, egy ilyen szubjektív karanténnaplóként is felfogható, de hogy mégis azért így fizikailag ez egy ilyen nagyon mű, hogy erre? Az ok, hogy amiért ilyen nagy lett, hogy az ilyen kiállításokon az én könyvem lekerült. Sajnos nem tudtam olyan vastagot csinálni, mint a Fortepán könyv, de legalább nagyméretű. Na, félretéve a viccet, nekem volt egy kiadványom, aminek a publikálását 2019-ben befejeztük, ez a Super Nation nevezetű kiadvány volt, ami 5 évig élt, 15-től 19-ig. És ott kísérleteztünk folyamatosan papírral, ragasztási, hajtási technikákkal, kihajtható oldalakkal, különböző fedőlapokkal, tehát nyilván dizájnnal, egy csomó minden olyan alkotó elemmel játszottunk puzzle-t és tologattuk, ami egy ilyen, mondhatom picit túlzás után, műtárgyat meghatároz, ez a sok kritérium, tehát most már szerintem egy fotóalbum az sokkal-sokkal, vagy most egy fotós könyv, vagy én ezt fotóregénynek szeretem mondani, ez most már sokkal-sokkal távolabbra jut el, mint mondjuk egy 20 évvel ezelőtti fotóalbum, ami képeknek a gyűjteménye volt, de nem volt különösebb szerepe az anyagválasztásnak, a dizájnnak, kevésbé agyaltak szerintem a művészek ennyire a szekvencia és a széria közti különbségre. Szóval elfelejtettem, hogy mi volt a kérdésed már, mert belementem a viszonylag megállszottam a méretre. Ja, hogy a méret, igen, és hogy a Super Nation próbálkoztunk az ennyire pici mérettől, az ennyire nagy tabloid formátumú New York Times méretű újságig, ami inkább egy ilyen zinszerű cucci, kísérleteztünk mindenfélével, és akkor valahogy amikor elkezdett összeállni a kép durván egy fél év elteltével, akkor Salád Zalán Péterrel, aki ennek a könyvnek a tervezője, és vele közösen álmodtuk meg, illetve Sárvári Zitával, aki a kiállításnak a kurátora, és sokat segített nekem a munka fejlődésében is, megértésében is, értelmezésében is, editálásában is. És hát nem, igazán nem tudom megválaszolni, hogy miért ezt, nem volt még ilyen formátumú könyvem soha, és én ezt nagyon szexinek találtam, hogy van egy 3 mm-es mamutnak nevezett gyönyörű textúrájú papír, ami egy nagyon vastag és egyértelmű és karakán külsőt ad neki, de mégis egy nagyon filigrán 64 oldalas kiadványról van szó, tehát ezt a kettőt ütköztettük, ami elég speciálisan van ragasztva a gerince. Szóval igazából ez egy művünk a sok közül. Nem volt, tehát amikor a munka készült, akkor ez nem volt még betervezve, hogy ez a könyv mekkora lesz. Tehát ez közben alakult. De mondjuk így a méretéből adódóan igazából, hogyha az ember így a polcra is kiteszi, akkor már képként is tud működni. Szóval igen. Majdnem poszter méretű képek vannak benne. Érkeztek a nézők, azt látogatók által kérdések, úgyhogy fel is olvasom az egyiket. Szóval az egyik látogató azt mondta, hogy a fotográfiád egyfajta ilyen szürreális érzetet ad,
és a könyv elején a szövegben meg is említed az avantgárd szürrealista fotográfiát. Hogyan, és itt jön a kérdés, hogy ez hogyan viszonyul a pandémiához, az slash az új normális élethez. Gondolom arra gondolt, hogy ez a pandémia... Ez a kísérletező, 30-as évek kísérletező fotográfiája, hogy... Hogyan kapcsolódik a karantén meg ehhez az egész pandémiás? Hát a karantén, szerintem ez nem annyira kapcsolódik, vagy ez nem volt célom. Én imádom Moholy Nagynak a művészetét, és dolgoztam egy másik, hosszabb anyagon, még Amerikában kezdtem el, ami a fotogramnak a témája, de most erről még nem árulnék el olyan sokat, nem úgy készül, ahogy a hagyományos fotogram, tehát kamerával készül, nem pedig nagyítógéppel, tehát nem fotolabor technikával állítom elő, hanem fényképezés technikával állítom elő, de a végeredmény az teljesen úgy néz ki, mint a fotogram, hasonló árnyáték és hasonló vonag, ezek fekete-fehér zömében, és akkor ott sokat vizsgáltam a Moholy Nagynak a munkáját, és ehhez kapcsolódóan egy pár kísérleti kép is bekerült ebbe az anyagba. Most nem emlékszem pontosan, mert most sajnos nem tudom fejbe tartani, mely volt az az 50-valahány kép, amelyet kiállítottunk, és ebből melyik 40 van a könyvben benne. Hát nem tudom, hogy ő most itt talán ebben a könyvben van egy ilyen tükrös portré az Zitával, a főszereplővel, ami talán ez a szürrealista világ, és talán a dominósor, ami ledől, ami nagyon hajaz erre a 20-as, 30-as éve, kicsit ilyen Bauhaus kísérleti fotográfiára. Úgyhogy ez konkrétan a pandémiához nincsen közel. Ez csak egy kísérletezés, egy játék a sorozaton belül. De akkor, hogyha jól értem, hogy így az autonóm fejezetedben, így az munkásságodban, akkor most inkább ezek az ilyen 20-as, 30-as években ilyen kísérletező dolgok fognak visszajönni? Hát a kísérletezés mindenképpen benne van, de ezt nem feltétlenül kötném a szürrealista mozgalom ikonográfiájához, vagy képi világához, de a kísérletezés, a saját magam meglepése, a játék, a lehetőség arra, hogy bármikor hibázhassak, ami mondjuk a kommerciális fotográfia, vagy abban a fotográfiában, ahonnan én érkezem, az nem megengedett. Tehát az... Most sokkal nagyobb... Igen, most így a szabadság szó eszembe jutott, és nagyon érdekes, hogy egy olyan időszakban készült ez a nagyon szabad mű, amikor igazából nagyon korlátozó volt az élet. Szóval ez amúgy egy ilyen érdekes kapcsolódás. A második kérdés... Ez nekem szemüveg kell. Szigemát. Let me see the second question. Szerintem ez a kérdés az arra vonatkozik, hogy van-e az egész könyvnek egy együttes jelentése, vagy pedig ez egy kis gyűjtés olyan képekből, amelyek számomra fontosak. Tehát, hogy szerintem valami ilyesmit ők kérdeztek. Nyilván ez egy jó kérdés. Itt egy rövid gondolatot hagyd mondjak el a szekvencia és a széria közti különbségről. A széria az, ahol fölépítünk egy történetet, és minden egyes kép külön-külön a nagy egységhez tesz hozzá, és ugyanarról szól. Mondhatjuk, hogy egy narratív, ami valahonnan indul, valahova kiteljesedik, és aztán nyilván valahol jó esetben konklúzióval, vagy akár anélkül befejeződik. Vagy a szekvencia, ami egy olyan képlánc, ahol mindig az oldalpárok, vagy esetleg egy oldalpáron elhelyezett képcsoportok kapcsolódnak egymáshoz, de az mindig az előtte lévő képhez, vagy a következő képhez kapcsolódik valamilyen módon. Nyilván rengeteg kapcsolódási pont lehet, ahogy két kép tud egymással diskurálni, vagy tud egymással beszélgetni, és ott nem egy konkrét történetről mesél az egész, hanem inkább a képpárok és a képek kapcsolódásáról van szó. És az én könyvem az, ahogy mondtam, inkább egy fotóregény, ahol én inkább egy történetet mesélek el. Néha nyilván meglepetés erejével hat egy-egy
kvázi nem odaillő kép. De szerintem az, hogy meglepjük a nézőt, az, hogy kizökkentjük ugyanabból a világból, vagy gondolatmenetből, ez a meglepetés, amiről beszéltem korábban, ez szerintem fontos. Úgyhogy a válaszom az volna a kérdésre, hogy ez inkább egy ha nem is narratíva, hanem egy képgyűjtemény egyfajta gondolat köré, ami maga a pandémia és a pandémia okozta lelki változás, meg érzelmi változása. Bennem még az a kérdés merült fel, hogy van egy főszereplője a könyvnek, aki az Ita, hogy ráesett a választás, hogy nem több. Én nem tudom elengedni, nyilván nem tudom elengedni ezt a divat kérdést, és nem is akarom elengedni, tehát én innen jövök, és nyilván ennek a könyvnek az ikonográfiája, vagy az én kézjegyem, vagy stílusomban látszik az, hogy én folyamatosan emberekkel dolgozom, és nem tudom lenyomni a gombot, ha valami ronda. Nyilván ettől lehet csúfolni ezt a könyvet úgy, hogy túl szép, vagy túl esztétizál, de én nem szeretnék magamra erőltetni olyat, ami nem én vagyok. Úgy lett az Ita a főszereplő, hogy először összeírtam ezeket a gondolatokat erre a listára, és volt ebből sok olyan ötletem, ami tájkép, illetve külsőben tárgyfotó, illetve olyan műtermi tárgyfotók, amit én rendezek össze a cuccokból. És aztán volt egy pár olyan kép, amihez mindenképpen kellett szereplő. És akkor úgy döntöttem, hogy ez a sorozathoz nagyon jól kapcsolódna, hogyha lenne egy szereplőm, akit én szabadon fényképezhetek valahol elszeparálva minden más szereplőtől és minden történéstől, egy kis izolált figurát valahol, ami nem is feltétlenül felismerhető, tehát ez valami farm, vagy egy nagy kert, vagy akár valami nomád ügy, ahol van egy ember, aki kvázi semmit tesz, és nekem nagyon tetszett az, mondhatnám ezt a szelíd szót, vagy naív szót, valami ilyesmit mondtál az elején, ami pont ez, ami eléggé klappol erre a gondolatra, miszerint az Itát én úgy fényképezem, hogy nem nagyon néz bele a kamerába, tehát picit olyan érzést szerettem volna létrehozni, vagy olyan atmoszférát szerettem volna létrehozni, hogy úgy nézzen ki, mintha a szereplő nem tudná, hogy a kamera ott van. Tehát hogy observatív a helyzet abból a szempontból, hogy van egy-két kép, amikor belenéz, de soha nem szerepel, soha nem szépkedik, soha nem akarja valaminek mutatni magát, hanem ő csak van, és én fényképezem őt. És hogy ebben az ilyen lassú, lebegésszerű semmittevésben, amit ő csinált ezen a farmon pár napig, ott én csináltam róla teljesen szabadon alkotva, csináltam róla 50 tekercs filmet. Uh-huh. Ez különben egy fantasztikus, nem Balaton Kenesen, hanem nem jut eszembe, még egyel Kenese előtt van, ha Pestről megyünk, szégyen szemre elfelejtettem. Nagyon kedves barátom Tóth Andris nagymamája, a Tóth András volt a stylist ebben a könyvben különben, aki hozta nekem inkább jelmezeket, mint ruhákat. És az Andrisnak a nagymamája volt a Fischer Anni zongoraművész, és ez a Fischer Anninak volt a nyári rezidenciája vagy nyaralója. És ez még szinte minden érintetlen állapotban van, mondjuk így a 30-as, 40-es, 50-es évek milliója abszolút felelhető bent a házban, és egy hatalmas parti telep, ahonnan szabad 50 méter széles private beach van a Balatonra, és az évnek egy korai szakaszában mentünk, tehát valamikor március vagy áprilisban, nagyon tiszta volt még a víz, nagyon hideg volt, de nagyon tiszta volt, és szóval akkor fényképeztünk ott egy pár napon keresztül, amit teljesen szabadon. Nyilván volt egy pár jegyzetem, hogy melyek azok a képek, amit meg akarok csinálni, amikor fog van a tenyérben, amikor van egy kép, ami nem került be a könyvbe, ahol apácának van öltözve, tehát volt egy pár gondolatom, de alapvetően őt hagytuk szabadon mozogni, és ebből készült sok olyan vizes kép, és sokan egyéb kép is, ami bekerült a végén. Szóval akkor ez egy ilyen kooperációs, vagy kettőtök között, ha? Szuper! Hát nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm hogy szépen. Köszönjük a könyvet is, én is nagyon örülök. Köszönjük.